Ezt a videót a World of Warships támogatta. Játssz a 20. század híres hajóival, legyél akár cirkáló, repülőgéphordozó, vagy akár egy csatahajó kapitánya. Jó pár map és játékmód közül is válogathatsz, amik különböző taktikákat és skilleket igényelnek. Nem is keveset. Új jövök a lövedéket, de figyeld! Cáááák! Hát egyik se talált. Regisztrálj a videó leírásában található linken keresztül, és használd a Boom promo kódot, hogy többféle bónuszt is kapj az új fiókodba. Link a leírásban. Sziasztok, én vagyok, és visszatértünk agyatlan a barátunkhoz, a Bubble Simulatorba és Tolikához. Szia, Tolika! Folytatjuk tovább az utcai életünket, és ugye legutóbb ott hagytuk abba, hogy a kémünk jelentett, hogy újabb infója van talán egy galambunkról, szóval menjünk oda, és hú, itt a szomszéd utcában nagy bandázást látok. Ott vajon mi lehet? Majd lehet, hogy azt is megnézzük, és útközben én nagy erőkkel majd gyűjtögetek, hogy legyen a helyünk építésére anyag, mint például ilyen fém, vagy broken TV frame, igen, az is ugye belefér kárba, és akkor majd itthon szépen be tudjuk ezt darálni, és tudunk belőle építeni egy nagyobb bázist, mint például kartonpapír, meg ilyenek, hát az alap építkezési eszközök. Hoppa, inventory is full, van ilyen. Aha, tehát ami külön kategóriába tartozik, az ugye mind külön helyet foglal, tehát ez így de az igazi. De mindegy, biztos lehet majd még a méretén növelni Karlnak, ez így most egyenlőre ennyi. Van itt útközben rendes kajabolt, ha jól látom. Ó, igen, a kis vegyesboltocska. Ahogy bejössz, bal oldalt már ott is van a viszki, a vodka, a bor, ebben a sorrendben minden, ami a legszükségesebb, illetve painkiller, cigi, és a sör, persze, neki külön szekrény. Jó, hát akkor itt az ilyen alap túlélési feltételeket meg tudjuk magunknak teremteni, hogy arról van szó. Painkiller egyébként nem lenne rossz, hogyha lenne nálunk, mert bármikor bazi nagy verekedésbe keveredhetek, szóval megesszük ezt az erősen penészes hamburgert, és így már annak a helyére fog majd férni egy darab painkiller, ez $2. Amúgy annyira nem is durván drága, és egyből be is kerül kárba. Ott is van? Nagyon jó. Akkor veszünk bele 2, és ezzel majd teljes hílelést meg tudunk csinálni. Magák a piák egyébként, hát ugye töltik vissza HP-t nagyon durván, illetve a szomjúságot. De azért meg is van az ára, $7 egy whisky. Jó van, hát akkor azt most offoljuk, a cigi, az semmi pozitív hatással nem bír. Ezzel itt teljesen kizök. Egyezni. Jó van, Karl. Vagyis, hogy Tolika, mehetünk is el innen. Aha. Mi baja volt? Aha, jelentett nekünk az emberünk, aki a múltkor is infózta, hogy hol van a galambunk. Most nem galambról volt szó, most arról van szó, hogy ugye mi bandánk az a görények, és vele meg mi történt ott? Jézusom, mi van ebben a városban? Mi vagyunk a görények, és egyszerűen fogy a számunk, a bogarak pedig hát egyre jobban csak növekszik, hiszen célzott támadásokat adnak le a bogarak. Úgyhogy ott is éppen nagyon akarnak verni egy gyereket, szóval elő a surikent, gyere pici galamb, és puff, egy fejes, hopp, az mégis volt fejes. Mivel dobálsz? Azt a rohadt, ezek molotovok. Ők nem nagyon égnek túl sokáig, jujjujjujjujjujjujj, azért lassan tudom dobálni ezt a galambot. Na, az pedig bement a gallér alá. Mi van veled? Paf! Aha, az már csak egy ütés volt. Volt meg itt egy. Mi mondta, elszaladtál? Vagy hova fut az a térki? De hova ez? Mi van, nem találsz ide? Húha, ja, hogy te ilyen sniper vagy, nem is ezt kezel. És ez gyorsan ki is fekszik. Hát szóval rendesen el vannak foglalva görénybázisok bogarak által, és oda kell mennünk és felszabadítani őket. Nem tudom, hogy egészen pontosan ez az R betű lenne. Ja, lehet, hogy egy ilyen R betű lesz az, illetve a másik küldünk pedig az, hogy ha mutassuk meg az Evil Way-nek, hogy nem kellett volna velünk kitolni. Az mi ott a távolba? Bug raid incoming! Raidelni fogják a base-edet. Kifizeted a védelmi pénzt, $5. Megkéred a görényeket, hogy foglalkozzanak vele. Egy respektbe kerül, és megvédjük mi magunk a bázisunkat. Nem tudom most hány respektem van, de azt hiszem most egy lett azzal, hogy őt megmentettük, de
Ha menjünk, védjük meg. Csak előtte gyorsan megnézem, hogy mi ez itt. Ez egy madártól. Egy galamtól. Feather. Igen. 49/1. Ó, collectible. Nagyon jó. Na várja, hú, merre is van a base-ünk. Az lesz ez. Akkor gyorsan. Már csak 42 másodperc. Hú, oda fogok én érni. Gyerünk, Tolika boost! Nyomjuk! Aha. Még pont időbe. Ó, hát még maradt is 20 másodpercem. Easy. Na, hon vagytok, köcsögök? Vagy még készülődtök? Jó van, akkor én is készítem a galambot. Akkor ezért kell a turret, igen, mert rédelik a bázisodat, és akkor a turretek segítenek lényegében megvédeni. Ez ekkora durva már. Oké, és jönnek. Hopp. Már le is spavnolt. Az nem talált, az viszont talált. Júj, ez is molotovos. Húha, mögöttem is. Na gyere, mi van? Mi szét akarja rúgni az újrahasznosítómat? Abból nem eszel? Te meg itt... Azt átdobta? De veszélyes vagy. Olyan komoly vagyomod. Na gyere te! Oda ki az útra. Ott még biztos... Iiii, még sincs biztonságban. Elnézést, bocsánat. Gyere, Tolika, megvédtük magunkat. Önvédelem volt. Semmi több. Kiesett az utcára, nem tudtam vele mit csinálni. Ha már így hazaértem, akkor már bedarálok pár chunkot. Ezt tékelem, és akkor utána bele tudom rakni ide. Nem lehet ezzel feldolgozni. Oké, akkor mit lehet feldolgozni? Á, itt van, hogy melyiket lehet felaprítani. A tin canből például egy darab scrap lesz. Jó, akkor ez biztosan lehet. Zsír. Hát akkor így viszont annyira sokat nem tudok újra hasznosítani, mert ezeket a TV frame-eket, meg ezek mind ilyen nagy junk. Lehet, hogy ezt majd valami nagyobb géppel lehet. Nem lehetne ide építeni mondjuk valami falat? Érted? És akkor nem tudnának annyira támadni. Cardboard wall! Rendesen lehet építeni falakat kartonpapírból. Még egy kis ablak! De aranyos! Na várjál már! Castle wall! Micsoda! Kastélyfal! Floorra lehet rárakni. Tehát akkor először castle floort kell építeni. Hát hülye lennék nem építeni ide egy castle-t mondjuk. Úristen, 4 darab kartonpapír kell egyhez. És csak 13 van. Húha! Akkor lehet, hogy egyelőre nem építünk kastélyt, csak simán kicsit, mert ahhoz meg elég csak 2. Aha, ez így nem rossz. Ide még mellé rakok majd 3-at, és vagy talán még 6-ot. És akkor egy akkora ház szerintem tökre elég lesz, és akkor majd szépen be tudjuk pakolni oda a dolgokat. Oké, és illetve eszembe jutott, hogy van olyan garden, és ha már van magunk, akkor miért ne használjuk ki, de húha... Hát itt ez nem olyan egyszerű. Szög kell hozzá. Lehet azt a crafting table-be lehet csinálni? Ugye megnézzük. Igen, ott van a szög, hát persze az is scrapből készül. Jó, hát figyelj, most akkor van elég szögem a gardenhez, viszont most meg már nincs elég scrapem, szóval majd gyűjtögetek ilyen dolgokat, amiket így be lehet darálni, és akkor jók leszünk. Csak most elmegyek az Evil Way főhadiszállására cégéhez, ahol megmutatjuk nekik, hogy nem kellett volna velünk packázni, vagy mi? Itt van a nagy cégház. Ó, várjál már! Ez a Playway-nek a logója, a fejlesztőknek a logója, csak Evil Way, nem pedig Playway. És még kis szarva is van a logónak. Rível, anyám! Imádom ezt a játékot, jó? Mit csinálunk itt? Karl! Állj már le, mit csinálsz? I want my body back! Oh yeah, my friend wants his brain back as well. Again, nekünk is kéne az agyunk. Open up or face the wrath of the pigeon master. Can you please stop doing that? Mr. Bones has just installed the new bulletproof doors and windows. Ah. They can be quite emotional when it comes to scratching them. Igen. Oh yeah, we'll see how emotional he gets after I scratch his fucking. You have an appointment. Of course not! I don't need an appointment! Oh no! I'm sorry. I would lose my job if I let anyone in without an appointment. I'm here to! Why don't you make an official call? If you do it now, I bet I could fit you in for a meeting sometime next month. Mm-hmm. No way I'm gonna wait for! Sorry. I wish I could be of more help. Goodbye. Fuck! What now? Any ideas, pal?
Nincs sok. If I were you, I'd go away now. Mr. Bones hired new security guards and they don't seem happy about you being around. I can help. Jézusom. Találkozni kell ezzel a csávóval valahol a kórház mögött, és egy véres laborköpeny volt rajta. Jézusom. Nem engedek be minket. Nem is értem miért. Szóval, akkor vegyük a hospitalhoz. Mondjuk mielőtt még oda mennénk, vagy miközben oda mennénk, ezt az R betűt megnézem akkor, hogy az ez a bázis elfoglalós? Nem, az a Richman. Aha. Akkor az Richman küldetéseit jelzi. Az is jó. Útkor gyorsan húgyoztunk, nagyon sok pénzért. Ó, be kell mutatnunk a rendőröknek. Jó, ez már nem annyira egyszerű. Oké. Öt rendőrnek kell bemutatnunk 2 perc alatt. Szerencsére őket jelzi a térkép, szóval annyira nem nehéz őket megtalálni, Csokoló uram. Itt egyből... Júj, de egyből jön a körözés. Azt bevette? Jaj, nem vette be. Hello, gyertek! Óvatosan a kocsik között. Nem veszi be? Aha, közel kell hozzá menni. Ja, Istenem, meg jó, hogy vettem izé painkillert. Meg fog dögleni. Hello! Túl közel. Nem jó, Carl! Kell a painkillerem, Carl, gyere ide! Ott az utolsó! Yes! Csá! Bele az arcába! Nem vette be! Akkor most! Yes! Megvan! Escape the police! 5 csillag! Tolika, gyere már! Júj, ez izé! Zsákutca! Ó, vagy mégse! Na mi van? Na mi van, srácok? Nem sikerült oda kijönni? Az gáz. Hop, itt meg verekedés van éppen. Akkor ezek ilyen random verekedések. Júj, komolyan ti is rám támadtok. De megvan a rendőrlerázás. Yes. Már ketten is dobálják a hülyeséget. Hopp, egy fejes. Ott a másik. Felnekeljé már. Mit gondolsz te magadról? Úgy is van. Megmentettünk egy újabb menyétet, vagy melyik az? Borz. A görény, igen, görény. Jó. És közben megkaptak a lóvét is. Talán megint $25. Hú, hát gazdagok vagyunk. Lassan ebből házat vásárolok. Ami kartonból van, mondjuk, de se baj. Most akkor elmentek, kaptam megint egy respektet. Ez hol láttam, hogy mennyi a respektem? Ott van, respect 2. Tehát egy kiszabadított ember, egy darab respect, és ott van, hogy bases 1/5. Akkor többféle bázis is fel tudunk unlockolni magunknak. Amit most még egyelőre nem is látunk a térképen. Aha. Ezt a pénzt lehet, hogy megérni alapanyagba befektetni, mert lehet ezt farmolni. De megnézzük, hogy a bohócnál egészen pontosan milyen dolgokat is lehet venni. Útközben meg... Ó, pont itt vagyunk a kórház mögött. Aha, megint egy vandalizm. Most nagyon messze vagyok otthonról, szóval egy respektet elköltünk arra, hogy megvédjék a bázisomat. Nagyon jó. Úristen. Hát ez bizalomgerjesztő. És ez mi? Jézusom. Hello. Ő egy tudós, aki régen az Evil Way-nek dolgozott, de már nem dolgozik nekik, mert rájött, hogy gonosz célokra használják. Wow, de ő hát egy őrült tudós, szóval most éppen a sör alkimiáját tanulmányozza. És hát emlékeznünk kellene a sör receptjére, hogy hogyan kell csinálni ezekből, de egy másik jó recept, ha csak simán fogod a sört, és belerakod. Aztán egy 4 levelű lóhare. Igen, akkor nem csak a sör. Nem ez volt, szedjük ki. Mi van? Hülye vagy? Jó, kidobta. Oké. Igen, a Dragonhorn. Mehet bele az. A Dragonhorn lesz? Ja, hogy ez is. Tehát hagyma, medvefejű hagyma, és Dragonhorn. Ebből jön ki a potion. Ja, tehát sör az alapja, de ez egy potion. Megiszod, és akkorát böfögsz, hogy mindenki elrepül. Ha meg eldobod, akkor pedig izé, molotov, amit ők is dobálnak. Á, és most már ezt a könyvet tudjuk használni arra, hogy ilyet készítsünk belőle. Aha, és ide is bekerült Fazdubir, és eldobjuk. Úristen, az nem gyenge. És akkor most pedig meg kell innunk. És ez volt a büfi. Csak most nem volt kit lebüfögni. Aha. És most már otthonra is építhetünk ilyen sörállomást. És akkor ezért cserébe, hogy segítettünk neki be, elmondta, hogy hol csinálja az Evil Way ezt a...
amit velünk is tett igazából. Ja, akkor megnézzük majd azt is, de előtte irány a bóc. Illetve ott a térképen látok egy újabb bandát, akik verésre rászolgáltak. Akkor valószínűleg ez is egy ilyen verekedős, aha, respektadós dolog lesz. Próbáljuk meg lebüfögni őket onnan. Ide jövünk. És mehet! Ilyet repültek! Hopp, igen, ez volt a dobós módszer. Azért annak van egy range, de nem feltétlenül annyira nagy. Ó, és bele se halt. Azért annyira durva sebzése nincs rendek, de... De nem rossz. Menj már innen. Ó, egy újabb határtól. Ez már a harmadik, mert már azóta találtam még egyet. De ezekkel mit lehet csinálni? Ó, mondjuk lehet, hogy galambos néninél? Annak mondjuk lenne értelme. Hello? Mi ez a varázsgomba itt előtted? Elmondanád? Tudsz erről valamit? Mert nem akkor... Stay away from me. Jó, Vanna, nem is téged akartalak, hanem a gombáidat. Blue mold. Ha ebből is kobolytóka lesz majd szerintem. Valami robbanós vagy hasonló, és most be is jelölte a mapen, hogy itt lehet találni blue moldot. Nice, nice. Mi van itt? Mennyi szemét? Istenem, de szép! Kipakolnám, mint az állat, de itt rendesen védik a srácok. Na, ne dobálozzá! Most már az egyéb a szemét, gyökerek! Kárnak fejlesztettem az inventoriát, most már van plusz egy sor, de hát azért még így se feltétlenül olyan rengeteg a hely benne, szóval az emberek mindent elvinni, de elég szép. Sell here! Itt lehet neki eladni dolgokat, itt pedig lehet vásárolni. Scrapet, ad a cardboardot, woodot és keramikot. Cardboard az 10 dollár 10 darab. Azért nem vagy gyenge. És mi van akkor, hogyha neki viszont el lehet adni ezeket a nagy chunkokat? Selling price 0,01. Mennyi? Mert ezek nem is jók semmire. Valamire csak jók. Mert például itt van a propán tank, ebben mondjuk 8 scrap jön ki, de 4,66-ot ér. Hát veszünk 10 darab cardboardot, az kell. És veszünk 10 darab scrapet. Aztán egyelőre ennyi. Majd meglátjuk, de ez nem rossz. És itt nála is tudok kukázni. Nála is tudok. Úristen, mennyi. Utána rendesen eladod nála, érted? Hát ez full business. Na jó, van, akkor itt végeztük, és akkor menjünk a küldihez. Az pont itt van mellette. Elméletileg errefele csinálják a dolgokat. Glomberry. Olyan, mint egy bócfej. Nem is véletlen valószínűleg. Akkor most már ilyet is tudjuk, hogy hol találunk. Pont nem fér bele kárba, mindjárt valamit kidobunk. Kíváncsi vagyok majd, hogy még milyen potion-eket lehet készíteni. Vagy ilyen robbanó cuccokat. Biztos lesz közöttük hatásos. Hopp, még egy feder. Ez a hely kamerákkal van védve. És mielőtt bemennénk, a kamerákat ki kellene iktatni. Viszont ahhoz upgrade-elnünk kell a shuriken skillünket a next levelre, hogy robbanó galambokat tudjunk dobálni. Szóval mindenek előtt haza kell mennünk és upgrade-elni a cuccost. Aha, itt a kamera. Ahogy most előtte állok, ez nem tudom mennyire baj, de ő tudja. Bejött a parkolóba és van itt egy sárga karika. Ez mi? Training area. Akkor nyomjuk, hogy működik ez? Ja, és így igazából célzást tanít neked. Hogy mennyire kell elécélozni, meg ilyenek, azért nem kicsit amúgy. Ott is van, 15, 1 perc alatt. Hát XP-t kaptunk érte, és egy level up is van, nagyon jó. Akkor már mondjuk ezt is fejlesztem, hogy sűrűbben tudjam dobni, mert ez így már azért sokkal használhatóbbnak tűnik. Eddig olyan nagyon szakaszosan tudtad dobálni, aztán több volt a szaladás benne, mint a támadás. És még a parkoló tetején is van egy rendes ugrató. Nyomjuk neki, Tolika! Csukd be a szemed, mert ez nagyot fog szólni. És nem sebződünk, hogyha rajta ülök. Nagyon jó. Jó lehet a felfüggesztés, biztosan. Ez mi? Gyertesek ide! Egyszer hármat! Easy! Ez mi? Learn blueprint. Így meg tudom tanulni a blueprintjét a szőnyegnek, és 19 blueprintet tudok megtanulni így a világban. Te vedél, akkor most van lesz ott a szőnyeg, kis mondjuk még a ház sincs kész, az ne zavarjon senkit, de majd kész lesz. Fúj, mert megint egy gombás kidövés. Yellow goo. Egy újabb gombafajta, most már ezt is tudjuk, hogy hol találunk. Már gombamesterek leszünk itt a környéken. Érted, bárki megkérdezi majd itt tőlünk, hogy hol van a sárga gomba, hol van a kék gomba, hol van a lábgomba, egyben mondjuk majd.
De nézzük, hogy mennyi kartonpapír sikerült azóta szereznem, tudom-e folytatni a házat. 20 darabot, aha, az már egészen sok mindenre elég lesz. Akkor ez lesz itt a padló. És maradt még 8 darab, hát kell majd még egy pár, de szerintem egészen jó haladunk, most jöhetnek a falak, és akkor lesz szépen ajtó, keret, meg ablak, meg ilyenek. Alakul, itt lesz majd a bejárat, bejössz, ágy, minden, crafting téve, jó lesz ez. Csak hát elfogyott megint a karton papírom, szóval szívás. Közben darálom be itt a rengeteg cuccot, amit összegyűjtöttem. Azokból is tudnék építeni, mint például tárolót szeretnék építeni, mert az a gond, hogy amit csak ilyen sima junk, nem akarom eladni, mert nem ér semmit, nem akarom eldobni, mert nem tudom mondjuk, hogy mire lesz jó, viszont ezt szeretném pakolni. És ahhoz van chest, akkor ebből kérnék. Hát ugye kettő szökkel, ez is nagyon jó, se baj, lerakunk belőle egyet, mondjuk. Ide így. Igen, és ebben hány hely van? Éj, hát nem sok. Valószínűleg lesz majd nagyobb szekrény is, csak még nincsen felállokkova. Ebbe belerakjuk a virágokat is, illetve mindent, amilyen nagy csánk. Hát akkor ebből gyorsan csináltam is végig egyet, mert egy, hát nagyjából semmire se elég. Ide még belepakoljuk a magokat, és ezeket is. Ó, van ilyen bohóc gyümölcsmagom, akkor valószínűleg ilyen Dragonhornnak is van magja, és akkor itthon tudjuk termeszteni, az, ami azért jó, mert hát akkor nem kell mindig szaladgálni, összegyűjtögetni, hogy igazából tudj csinálni ilyen robbanó italt, sört, hanem elég csak otthon kitermeszted, és akkor easy. Na és akkor a fő küldünk az az, hogy itt elméletileg a galambducban tudom magát a skills upgrade-elni, meg ugye hát a galambducot. Aha, és kell még hozzá fa, meg kell még hozzá szög. Oké, a szög az meg lesz. Basszus, jönnek a... Véletlenül kieszképeltem azt, hogy jön a támadás, de nem baj, mert itthon vagyok. Szóval felolvasztál, jöhettek rohadékok. És már jönnek is. Hú, az egy nagy darab. Le ne bontsátok nekem a izémet. Az új házamat. Fekszik, ott marad a földön. Már fekszik is. Hopp, hé! Nem! Hagyd abba! Hagyd békén! Te rohadék! Ó, most nézd meg! A gyönyörű szép fal! Az mi? Ja, az az, hogy mennyire van gondolom sérülve. Oh, shit! Szerencsére van még simple repair kitem, szóval azzal gondolom meg tudom gyorsan. Aha, 25-ös health-re leütötték 75-ről. Majdnem meghót. Csak 10-et javít rajta, simple. Jaj, mama. Ó, hát akkor ebből még kell csinálni párat. Mi is kell hozzá? Cardboard, meg scrap, jó, mondjuk az annyira nem durva. Ugye vannak a jobb javítók, de hát ahhoz annyival komolyabb cuccok is kellenek. Jó, megjavítom közben, meg szerzek fát is. Ja, meg lett javítva a gyönyörű szép házikó. És most már van fám is, hogy felupgrade-eljük ezt a 2-es szintre, vagy 1-es szintre, és ez jobban néz ki, talán egy kicsivel. Most már explosív. Igen. Petárda rá van izé kötözve a madárra, és még kis izéje is van, fejkötője, hát egyen meg. Miért robban? Hát itt semmiért. Keresni kell olyat, aki berobbanhat. Szevasztok! Airstrike on the way! Milyen kis petárdás ugrása volt utána. Tehát akkor ennek az a lényege, hogy igazából stunolja még azt is, aki mellette van. Plusz valószínűleg bele is egy kicsikét nagyobb sebzést ad. Ez rohadt vicces. Jó, oké, ez akkor a level 2. És ó, itt megtanulhatjuk a padot. Nagyon jó, most már tudunk majd építeni otthonra padot is. De tetszett neki is. Ó, és most már ezeket a lakatosokat is ki tudjuk nyitni, mert az volt ezeknek a követelménye, hogy legyen ilyen robbanó galambod. És ezzel gondolom értékesebb dolgok vannak, ez például egy broken toilet, hát nem tudom. Nem tudom, hogy ez keramik, 5 darab jön belőle. Az mondjuk jó. Egyébként ugye vannak különböző galambducok, amik akkor nem a fejlesztései ennek, hanem különbözőek, akkor ezek mire jók? Különböző skilleket oldanak föl. Ez például olyan, hogy ellepik az enemit galambok és elkezd pánikolni. Ez tornádót csinál és divicsel, mi a szar a testekkel.
Ez pedig... Ja, ez pedig a izé, a sör. Tehát akkor kettőféle skill van még, amit meg tudunk ezen kívül tanulni. Ezt meg tudnám építeni, hogyha bedarálom azt az ajtót, amit az előbb találtam. Tolika, mit csinálsz? Normális vagy? Olcsóbb építmények skill azonnal, akkor még olcsóbban tudjuk megcsinálni ezt a galambducot, mert hogy egyébként meg vagyok vele. Ó, hát most csak kettő fa kell hozzá. Ezt előbb is kifejlesztettem volna, hát ez nagyon easy így. Jó, te gyere ide. Hello! Nézd már kis izé, pilóta sapka van a galambon, megőrülsz. Én a mondó vagyok, hogy próbáljuk ki ezt a skillt. Csak előtte építek még falakat, és most már egy darab cardboard kell. Hú, hát ez így sokkal megérősebb. Hát enélkül építkezni kész halál. Megint egy támadás. Ajjaj, gyertek. Nyomjuk. Akkor pont ki tudom próbálni az új skillemet. Aha. Itt van a kenyér. Rádobjuk. Haló? Mi van már? Vagy... Ja, hogy így kell benne lenni ebbe a range-be, amit előttem van. És akkor rárepülnek a madarak, és egyből elkezdik izé elvonni a figyelmét, csak az a baj, hogy ez mind nagyon jó, de szétszedik közben a házamat. Menj már innen el! Hú, hát most nem nagyon sikerült lerombolniuk a falat, ahogy látom. Hát, de azért van problémája. Az a baj, hogy három irányból támadnak, és így nem tudom mindez irányból egyszerre megvédeni. Mennyibe kerül egy olyan turret? A taposóak, de egyébként csak egy scrap, szóval lehet, hogy megérné. Maga a turret az alumínium kell hozzá és nél, de egyébként annyira nem durva. És az alumínium, az kell alumínium. Ez mondjuk várató volt. De azt meg nem látom a workbenchben, mint crafting, akkor azt égetni kellene, vagy... Production, aluminium smelter, így van, keramikkel hozzá és nél, az is easy. És már meg is van a smelter, ezt ide raktam be már a házba, mondjuk lehet, hogy nem a legjobb ötlet volt, egy kicsikét lehet szó, hogy ide van gázszennyezettség, meg füstszennyezettség, de semmi baj. Égettünk is benne, elméletileg scrapet kell égetni benne, alumínium már. You need to add wood to fuel. Ez nem ilyen egyszerű, csak odaadom neki azt éget is. Aha, így most már készül is egyből. Jó, akkor hozzam a kövit. Ja, tehát akkor egy scrapet el egy alumínium, csak még plusz feldolgozás kell neki. És egy fa, egy alumínium kiégetése, szóval nem úgy van az, hogy egy fával meg vagy egy hétig. Jaj, nem, már megijön a támadás, pedig éppen most alakul már végre a bázis, hogy lassan készül, azt ezek meg is szétverik, de nem baj, még nincsenek meg a turetek. Egy-kettő taposó aknát kirakunk ide, ez úgyis olcsó, aztán meglátjuk, hogy mire megyünk vele. Aha, oda dobunk egy galambot, gyere, gyere, gyere köcsög. Jó, hogy ti dobáltok. Na mi van, berob? Hát azért nem halnak bele, de eléggé jól feltartja őket. Jaj, menj már innen, rendőr. Hát csak megvédem a saját területemet. Hagyjam a békén. Mondjuk lehet, hogy azért jöttek a rendőrök, mert csak itt hallottak a sikátorból, hogy robbanások vannak. Úgy mondjuk, még meg is értem. Jó, azokat ott hagyjuk, abból nagy baj nem lesz, és már csak azt hiszem, né arra van szükségem, hogy meglegyen a turret. Igen, meg is vagyunk, így tudok csinálni kettő darab turretet. Szerintem egyet rakok ide, oda úgy, egyet pedig ide, és akkor ebbe a kettő irányba szépen védve leszek, és ebből az irányból pedig én majd tudom védeni, mert hát, hogyha már ez néz a bejárat fele, akkor én ezt védem, és elvéletileg így egy darabig nem lesz problémánk ezekkel, hogy itt le akarják bontani a házamat, mert hát ez nézd már át, gyönyörű. És készen valami csilló. A teteje az ugye lapos tető, mert ilyen rendes tetőt még nem láttam, hát ha majd lesz a jövőben, szép kis ajtó, kinyitod, bejössz, hát ezek a lámpák, ezek elég érdekesen világítanak, maradjunk annyiban, remélem majd lesz normális lámpa is, akár mondjuk mennyezeti lámpa, de hát figyelj, majd ide még csinálok egy ágyat, meg mindent, az van ilyen rendes lábas ágy? Lenne, csak nincsen még meg a blueprintje, azt a pound shopba lehet majd megvenni. Oké, akkor legközelebb majd elnézünk ebbe a pound shopba, és ott is körbenézünk, megveszünk ilyen ágyat, meg kipróbáljuk majd a védelmet is, hogy milyen lett. Hú, hát nekem egyre jobban tetszik ez a játék, komolyan mondom, remélem, hogy nektek is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönjük szépen a figyelmet, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és amíg nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Sziasztok!